Alapellátás. Átadták rendeltetésének a felújított orvosi rendelőt Korondon. A község egészségügyi ellátásának minőségét javító létesítményben a házi orvosi rendelők mellett 8 szakrendelő is helyet kapott. New York. Az Egyesült Államok történetében először fordult elő, hogy a bíróság elmarasztalt egy elnököt. Donald Trumpot mind a 34 vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék. A döntés következményei egyelőre beláthatatlanok. Betétdíjas rendszer. A június 1-i határidő után is maradhatnak az üzletek polcain azok az italok, amelyeket január 1-e előtt gyártottak, de még a szavatossági időn belül vannak, és nem szerepel rajtuk a visszaváltási rendszer logója, döntött a kormány. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Választási hírekkel kezdünk. Ünnepélyesen is felavatták tegnap Gyergyóalfaluban a Via Agro burgonyatároló és feldolgozó üzemet. A beruházásnak köszönhetően megduplázódik az ország krumplitároló kapacitása, hangzott el az ünnepségen. Verseny van a gazdaságban, a világban, Erdélyben és Székelyföldnek ebben a versenyben. Helyt kell állni, ehhez pedig minőséget kell tudni szolgáltatni, fogalmazott Kelemen Hunor csütörtökön a Gyergyóalfaluban létrehozott burgonyatároló és feldolgozó üzem avató ünnepségén. Ennek a beruházásnak köszönhetően ugyanis megduplázódik az ország tároló kapacitása. Szükség volt erre. Szükség volt sok szempontból. Itt már hallottuk azt, hogy gazdasági szempontok, munkahelyek, de azért is szükség volt erre, hogy a székely ember kihúzza magát és azt mondja, hogy igen, meg tudtuk csinálni, meg tudjuk csinálni, képesek vagyunk rá. Kihúzza magát, büszke legyen arra, amit itt megtermel, arra, ahogyan megtermeli, ahogyan tárolja, ahogyan földolgozza, és ahogyan meg tud élni belőle. Ami itt készül, az a legjobb a térségben, az országban és akár Európában is, tette hozzá. Barti Tihamér Hargita megye tanácsának gyergyószéki alelnöke kifejtette, hogy a most átadott ipari létesítmény a Hajrá Gyergyó mozgalom egyik fontos eleme. Amikor 5 éve megfogalmazták, hogy fontosak a közberuházások, kulturális sportprogramok, elmondták azt is, hogy ugyanilyen fontos a munkahelyteremtés is. Mert felismertük azt is gyergyószéken, hogy csak együtt tudunk nagy dolgokat megvalósítani. Köszönöm, hogy ebben partnerek azok, akik itt dolgoznak ezekben a cégekben, partnerek menedzsment szintjén, partnerek a víziók, a források megtalálásában. A tárolónak egy 45 ezer négyzetméteres terület ad helyet, a technológia fogadására pedig egy bruttó 10.424 négyzetméteres üzemcsarnok épült. A Via Agro maximális tároló kapacitása 22.500 tonna, mindez a magyar kormány támogatásával épülhetett. Felavatták ma délelőtt a felújított orvosi rendelőt a Hargita megyei Korondon, ahol a házi orvosi rendelők mellett 8 szakrendelő is helyet kapott. Azt remélik, hogy a beruházás által könnyebb lesz az orvosok és asszisztensek munkája, illetve a páciensek is jobban érzik majd magukat. Ezért kérjük Isten áldását erre az épületre, de még inkább azokra, akik itt fognak dolgozni. Lukács János plébános áldotta meg a felújított korondi orvosi rendelőt, amelyet ma délelőtt adtak át a község lakóinak. A Hargita megyei településen az első orvos az 1900-as évek elején kezdett rendelni. A község 1912-ben nyert jogot a körorvosi státuszra. 1960-as évek végén épült meg a községi kórház. Ezt újították most fel teljes egészében az Országos Beruházási Társaság finanszírozásával. A kivitelezés 18 hónapot vett igénybe. Az egész beruházás több mint 4 millió lej a felújítási munkáknak az értéke, amelyből közel 1 millió lej a saját hozzá tett összegünk a községnek a költségvetéséből volt, és 3,2 millió lej közül van, amit az Országos Beruházási Alap biztosított. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke szerint a jó szolgáltatások kiépítésének az idejét éljük jelenleg.
Az ország több településén is zajlanak hasonló beruházások. A 21. században az természetes elvárás, hogy legyenek jó, gyors egészségügyi szolgáltatások. Ehhez viszont kell egy infrastruktúra, és kell egy erős közösség, amely aztán tudja fogadni a szakorvosokat is Korondon. Itt egy nagy előrelépés történt, mert nem csak a családorvosi szolgáltatás lesz biztosítva, hanem ebben a felújított, kibővített épületben már szakorvosi rendelés is zajlani fog. Az épületben a házi orvosi rendelők mellett 8 szakorvosi rendelő, ortopédia, nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat, belgyógyászat, kardiológia, dietetika és munkaorvostan is helyet kapott. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon jól kivitelezett projekt, nagyon szép épület. Ahogy most vesszük át, mindennel meg vagyunk elégedve, oda volt figyelve az anyagok minőségére. Én azt mondom, hogy itt egy nagyon jó szolgáltatást tudunk nyújtani, minden a követelmények megfelelően van megcsinálva. A beruházás megkönnyíti az orvosok és asszisztensek munkáját, és a páciensek is jobban fogják magukat érezni, vélte. Az egészségügyi létesítménybe a házi orvosok már beköltöztek. A szakrendelés esetében néhány engedélyre még várni kell. Kisgyermekes családokkal találkozott Csép Éva Andrea a Marosvásárhelyi várban, ahol a felmerülő nehézségekről beszélgettek. A legtöbben a tematikus játszóterek hiányát emelték ki, illetve volt olyan, aki arra panaszkodott, hogy kevés a bölcsődei hely. Csép Éva Andrea parlamenti képviselő azt gondolja, hogy csak úgy lehet törvényeket alkotni, ha azok a hétköznapokban működőképesek és megoldást nyújtanak a családok által megfogalmazott problémákra. Éppen ezért folyamatosan konzultál a kisgyereket nevelő édesanyákkal és édesapákkal. Az elmúlt 8 évben több olyan törvény született, amit kismamákkal való konzultáció alapján fogadtattak el, és jelenleg is érződik a hatásuk, mondja. Csütörtökön velük találkozott a Marosvásárhelyi vár udvarán, a felmerülő nehézségekről beszélgettek. A mai találkozó alatt is több édesanyjának felmerült az a kérdés, hogy mi történik a gyerekeknek a játszótereivel. Mennyire elérhetőek ezek a játszóterek, mennyire higiénikusak, mennyire vannak akár bekerítve, hogy biztonságban legyenek a gyerekek, de az is, hogy a városi agglomerációban hogyan lehet eljutni óvodába, iskolába, anélkül, hogy akkor órákat üljél a dugóban. Mennyire felszereltek a tanintézetek, illetve kell-e iskolabuszt indítani vagy sem, ezek a témák is terítékre kerültek. Ezek a találkozók lehetőséget biztosítanak arra, hogy egymás között is információt cseréljenek a kismamák. A beszélgetések során arról tájékozódnak, hogy hol van a bölcsődei hely, hova lehet a gyereket óvodába beíratni, milyen feltételek vannak, ki hova viszi a gyereket úszni. Csép Éva Andrea hozzátette, jelenleg is több kisgyermeket érintő törvénytervezet előkészítésén dolgoznak. Egyik arra összpontosít, hogy a koraszülött babák esetében egy évre meghosszabbítsák a gyereknevelési szabadságot. Azt tapasztalták ugyanis, hogy Romániában minden 10. gyermek koraszülött, ha viszont a fejlődési rendellenességet időben kezelik, akkor sokkal kevesebb fogyatékos felnőtt lesz. A törvénytervezet abban segít, hogy a szülőknek ne kelljen fizetetlen szabadságot kivenniük ilyen esetekben. A metróhálózat bővítése jelenti az egyedüli kézenfekvő is egyben kivitelezhető megoldást a fővárosi forgalomra. Ezt állítja Gabriela Firja, a Szociáldemokrata Párt bukaresti főpolgármester jelöltje. A Bukarest az emberek által akart város elnevezésű programomban prioritást jelent a metróhálózat fejlesztése azokban a kerületekben is, ahol jelenleg nincs ilyen, valamint az Ilfov megyei településekkel való összeköttetés kiépítése is, mondja Gabriela Firja. A PSD bukaresti főpolgármester jelöltje kiemelte, hogy például a második kerületben a metró a legjobb megoldás a Pantelimon negyed lakosai számára. A fővárosi forgalomra a legjobb megoldás, hogy a forgalom nagy részét a föld alá tereljük, de nem alagutak révén, hanem a metróvonalak kibővítésével. Firja szerint lehetőség van az Európai Unió finanszírozási programjaiból lehívni a szükséges pénzforrásokat a metróhálózat kibővítésére. Az M5-ös, az M7-es és az M2-es vonalat is kiterjeszthetjük, mondta a főpolgármester jelölt. Prioritásként tekintek az oktatási infrastruktúra fejlesztésére, ez tartja itthon a fiatalokat, mondja Cézár Szigmír Ján, a Nemzeti Liberális Párt Marosvásárhelyi önkormányzati képviselő jelöltje. Marosvásárhelyen az egyik legégetőbb probléma a fiatalok kivándorlása. Az elmúlt 25 év alatt több tízezren hagyták el a várost. Cézár Szigmirján, liberális marosvásárhelyi önkormányzati képviselőjelölt szerint a jelenség visszafordítása az oktatási infrastruktúra fejlesztésében rejlik. Számos olyan kezdeményezést és projektet indítottam el, amelyek a karrierorientációt segítik, és általában véve számos perspektívát nyitnak meg a marosvásárhelyiek számára.
Gyakorlatilag ezzel próbáltam választ adni arra a kérdésre, hogy miért is hagyják el a várost a fiatalok. Cezár Szigmirián egyébként nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányokban, valamint történelemben szakosodott a marosvásárhelyi, akkor még Pétromájor Egyetemen, mesterit szerzett közkapcsolatok szakon a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetemen, valamint a valenciai Kardinál Herrera Egyetemen, és reklámtörténelemből szerezte meg a doktori címét ugyancsak Kolozsváron. Marosvásárhely többet érdemel, azt, hogy a fiatalok itthon maradjanak, mondta. A következő 10 napban a változás szelét fogjuk érezni, és ezt meg kell lovagolnunk Jászvásárban. Ezt nyilatkozta Marius Bodja, az Egyesült Jobboldal Szövetség megyeközponti polgármester jelöltje. Arra szólítják fel az Egyesült Jobboldal Szövetség vezetője a jassiakat, hogy vegyenek részt a június 9-i választásokon és szavazzanak a változásra. Az emberek belefáradtak a korrupcióba. Még van egy akadály előttünk, a bizalmatlanság, hiszen a hatalmon lévő pártokhoz közel álló közvéleménykutató intézetek arra engednek következtetni, hamis indítatással, hogy nem lehet változtatni, hogy a PSD és a PNL marad hatalmon, hogy a szavazatunknak nincs súlya. Nos, szeretném elmondani, hogy lehet változtatni, mondta Jászvásárban az uszéri elnöke Kötelind Rula. Marius Bodja polgármester jelölt szerint a következő napokban a változás szelét fogják érezni a jászvásáriak. Ami dolgunk most az, hogy megmagyarázzuk az embereknek, hogy nincs két választási fordulónk. Egy forduló van, és egyértelműen két személy között zajlik a végső küzdelem, Mihály Kiriká jelenlegi polgármester és Marius Bodja között válvetve Kirikával. A célunk, hogy megszabaduljunk a Románia korrupciós epicentruma címkétől. A szövetség Jász megyei tanácselnök jelöltje Petru Movile úgy fogalmazott, eljött az ideje, hogy a valódi változásra törekedjünk. Egy olyan változásra, amely modernizálja a megyét, erre pedig az Egyesült Jobboldal Szövetség csapata képes. Bűnösnek találta a New York-i esküdtszék Donald Trumpot az ellene felhozott mind a 34 vádpontban. Mindez ugyanakkor nem akadályozza meg abban, hogy induljon a novemberi elnökválasztáson, még akkor sem, ha börtönbüntetésre ítélik. Az ítéletet a bíró június 11-én hirdeti ki. Híradónk külpolitikai szakértőt kért meg, hogy elemezze a helyzetet. Mind a 34 vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék Donald Trump volt amerikai elnököt. Az Amerikai Egyesült Államok történetében ő az első elnök, akit elmarasztal egy bíróság. Többek között üzleti iratok meghamisítása, hallgatási pénz kifizetése miatt indult ellene büntető eljárás. Az ítélet akár 4 év fegyház is lehet, ami azonban nem akadályozná meg abban, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke legyen a november 5-i elnökválasztás után. Főként, hogy nagyon úgy néz ki a támogató ezek után sem csökkent, mondja Ady András külpolitikai elemző, bár ő úgy gondolja a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy pénzbüntetésre ítélik a volt elnököt, de a bíró akár felfüggesztett börtönbüntetést vagy közmunkát is kiszabhat. Az eljáró bíró július 11-én hirdeti ki az ítéletet, és lesz lehetőség a fellebbezésre. Érdekes, hogy a per indulásától folyamatosan mérik ezt a támogatottságot, és nem volt egy szignifikáns zuhanás, tehát nem volt egy igazán mérhető visszaesés. Most pár órával, ugyebár a döntés után még mindig nem érzékelhető ilyesmi. Véleményem szerint az, hogy Donald Trump azonnal lépett és megpróbálta pénzgyűjtésre, kampánypénzgyűjtésre használni ezt az alkalmat is, ezt a elég szürke vagy fekete lehetőséget, az azt árulja el, hogy megpróbálja a lehető legjobbat kihozni belőle. Donald Trump iránt az euróatlanti bizalom már első mandátuma után megrendült, véli a külpolitikai elemző. Így, ha netán mégis a börtönből vezetni az országot, az még nagyobb aggodalomra adna okot, és negatívan befolyásolhatja a transatlanti kapcsolatok minőségét. Ne feledjük, hogy az Egyesült Államok élén hatalmas beleszólása van a biztonságpolitika alakulásába, fogalmazott. Az esküdtszék döntése heves politikai vihart váltott ki. A bíróság épülete előtt csütörtökön a támogatói és ellentüntetők is összegyűltek. A két csoport között kisebb dulakodás is kialakult, mielőtt a rendőrség szétválasztotta volna őket. Donald Trump tévesen hitte azt, hogy soha nem szembesül majd a törvény saját hasznára való megsértésének következményeivel, reagált Joe Biden elnök kampánycsapata a döntésre. A közleményben hozzáteszik, hogy egyetlen mód van Donald Trumpot az ovális irodától távol tartani, a szavazó urnáknál.
Minikonferenciát szervezett Kolozsváron a Matthias Corvinus Kollégium az európai parlamenti választások, illetve a Schengen övezethez való tartozás témájában. Csütörtök délután zajlott a Matthias Corvinus Kollégium égisze alatt a Transylvania Lectures különkiadása, amelynek témája az európai parlamenti választások voltak. Ehhez kapcsolódóan pedig a Schengen övezethez való csatlakozás és az ehhez kapcsolódó kérdések. A beszélgetést dr. Máté Réka Zsuzsánna, az MCC szenior kutatója moderálta. A fő témája a beszélgetésnek a Románia Schengen övezethez való tartozása volt, illetve annak csak részleges teljes csatlakozása. Elsődlegesen azt próbáltuk megnézni, hogy milyen történelmi háttere volt annak, hogy Románia bár ugyan csatlakozott 2007-ben az Európai Unióhoz, mégsem csatlakozhatott a Schengeni övezethez. Szó esett továbbá arról, hogy milyen lehetőségeket tartogatnak az EP választások, milyen változások mehetnek végbe a Schengen ügyben, végezetül pedig a kapcsolati hálók alakulását vizsgálták teljes csatlakozás esetén. Az est egyik meghívottja dr. Andrej Czeranu politológus, egyetemi oktató volt, elmondta, pessimista az általános vélekedés. Kiemelte, a tagállamok közötti különbségeket kellene orvosolni. Ha továbbra is ezt a képletet követjük, hogy vannak másodosztályú uniós állampolgárok, legyenek azok lengyelek, románok, magyarok, bolgárok, és vannak előjogokkal rendelkezők, mint például a franciák, németek vagy osztrákok, akkor az egész európai álom előbb-utóbb összeomlik, és nem úgy fog alakulni, ahogyan azt valószínűleg mindannyian szeretnénk. Hozzátette, ez nem azt jelenti, hogy az unió egyik napról a másikra megszűnik létezni, viszont hosszú távon mindenképpen változásokra lesz szükség. Engedélyezték a tegnapi kormányülésen a 2024. január 1-e előtt gyártott, visszaváltható logó nélküli italok értékesítését június 1-e után is a készletek kimerüléséig. Erről számolt be Mircea Fekete környezetvédelmi miniszter. Engedélyezi a környezetvédelmi miniszter, hogy továbbra is az üzletek polcai maradjanak azok a 2024. január 1-e előtt gyártott, de még érvényes szavatosságú italok, amelyeknek a csomagolásán nincs rajta a visszaváltási rendszer logója. Elvileg júniustól ugyanis már egyáltalán nem lehetett volna forgalmazni betétdíj nélküli csomagolású italokat. Erről számolt be a kormányülés végén Mircea Fekete tárcavezető. Producătorii ar fi fost puși în situația în care să retragă de pe rafturi acele băuturi. A gyártók olyan helyzetbe kerültek volna, hogy vissza kellett volna vonniuk ezeket az italokat a polcokról, olyan esetben is, amikor a termékek érvényes szavatossággal rendelkeznek. Megemlíteném azokat a szeszes italokat és borokat, amelyeket évekkel a gyártás időpontja után is lehet értékesíteni. Úgy véltük, hogy nincs szükség ilyen erőfeszítésre, az adott termékek polcról történő visszahívására és újra címkézésére. A környezetvédelmi miniszter hangsúlyozta, semmiképp sem látták szükségszerűnek a gyártókat arra kötelezni, hogy újra címkézzék az üvegeket. A visszaváltási rendszerrel ugyanakkor sem az üzleti környezetet, sem a gyártókat, sem a kereskedőket nem szeretnék károsítani, tette hozzá. Mircea Fekete kifejtette, a betétdíjas visszaváltási rendszer elindításától eddig több mint 500 millió PET palackot, alumínium dobozt és üveget sikerült visszanyerni az elmúlt fél évben, ami arra következtet, hogy a lakosság teljesítette a kitűzött célokat a betétdíjas rendszer kapcsán. 22. alkalommal hirdeti meg a Nyilasmisi Tehetségtámogató Egyesület az iskolásokat célzó pályázatát. A program keretében hátrányos helyzetű tehetséges tanulókat támogatnak. A Nyilasmisi Tehetségtámogató Egyesület 22. alkalommal hirdeti meg ösztöndíj programját. A pályázat keretében hátrányos helyzetű, de jó iskolai eredményeket felmutató iskolásokat hoznak össze támogatókkal, akik segítik őket a tanulmányaik folytatásában. Dénes Ida, az Egyesület ügyvezetője elmondta, idéntől elektronikus formában is benyújthatják a pályázatokat. A határidő július 31-e. Akiknek a pályázatát pozitívan bírálja el a kuratórium, ők bekerülnek az ösztöndíj programunkba, a tehetségtámogató programban, és havi 27.000 forintnak megfelelő lejnyi ösztöndíjban részesülnek 12 hónapon keresztül. Egy évre szól mindig a szerződés, de továbbra is bent lehet maradni a programban, amennyiben az általános nem romlik, és a szociális helyzet is tovább
indokolja a támogatást. Ez az összeg hozzávetőlegesen havi 350 lejnek felel meg. Az ügyvezető hozzátette, olyan tanulók jelentkezhetnek, akik ősszel legalább 7. osztályt kezdenek, legfeljebb pedig azok, akik 11. osztályba mennek. Idéntől az egy családtagra eső jövedelem nem haladhatja meg a havi 1500 lejt, a diák tanulmányi átlaga pedig el kell érje a 850-et. Az ösztöndíj alap magánszemélyek, szervezetek, cégek felajánlásából áll össze. A 2022-2023-as támogatás évben közel 190 fiatalt karoltak fel. 12 országból 31 vendégcsoport részvételével rendezik meg jövő hétvégén Csíksomlyón az Európa Sió kongresszust. A háromnapos rendezvény főszervezője a Csíksomlyói Pasió Egyesület. Június 6-a és 9-e között zajlik Csíksomlyón az Európa Sió kongresszus számos színes és érdekes programmal. Ennek keretében a helyiek vendégszeretetét fogja élvezni 31 olyan csoport, akik hasonlóképpen a csíksomlyói csapathoz évente passiójátékot mutatnak be. Az a csíksomlyói passió, amiről most beszélünk, a rendszerváltás után a 90-es évek utáni rácsodálkozásból született, egy olyan kezdeményezésből, ami tulajdonképpen Európából érkezett, hiszen ott már a 90-es évek elején megszületett egy passió szövetség. Keresztény körökben azokat a közösségeket, ahol még élő volt a passió játék, összegyűjtötték kezdeményező emberek, és így jutott el a ferencesekhez is a meghívás. A csíksomlyói ferences szerzetesek az 1700-as években már tanítottak passiójátékot a diákoknak, a 90-es évek elején a Csíksomlyói Passió Egyesület jóvoltából született újra a hagyomány. Azóta évente minden virágvasárnap bemutatják a passiójátékot a kegytemplom előtti téren vagy a nyerekben. Idén ők lesznek a házigazdája a kongresszusnak, ahová 12 országból érkeznek csoportok. Meg szeretnénk mutatni a vendégszeretetünket, hogy érezzék jól magukat, és hogy megismertessük velük ezt a szép tájat, a kultúránkat, a hitvilágunkat, hogy valamit a mi lelkünkből tudjanak magukkal vinni majd, mikor hazamennek. A háromnapos kongresszus sok színes programmal várja az érdeklődőket. Június 8-án szombaton a Csíksomlyói Passiót is bemutatják, rendkívüli módon a kegytemplom udvarán. A héten Sepsiszentgyörgy adott otthont a 18. alkalommal megrendezett erdélyi magyar hivatásos néptánc együttesek találkozójának. A vándorrendezvényen 6 tánc együttes, 6 tánc produkciója volt látható, illetve kísérő rendezvények színesítették a programot. Villámcsődülettel kezdődött kedden, gála műsorral és táncházzal ért véget pénteken a 18. erdélyi magyar hivatásos néptánc együttesek találkozója. Negyedik alkalommal látta a vendégül a társulatokat Sepsiszentgyörgyön a Háromszék néptánc együttes. Kedd délután a főtéren mintegy 100 táncos vonult fel, a táncegyüttesek együtt mutatták meg, milyen ereje van a néptáncnak. A találkozó nem verseny, hanem a féle seregszemle. A résztvevők kölcsönösen megtekintik egymást, és kicserélik szakmai tapasztalataikat. Minden évben nagyon-nagyon várom, hiszen teljesen másképp találkozunk ez alatt a pár nap alatt, és nagyon izgalmas beszélgetések születnek, akár egy kiértékelő után, amik nagyon gondolatébresztőek, akár egy ebéd mellett. Teljesen belelátunk egymás folyamataiba, ki hogy működik, és mindig van, amit tanulni egymástól, mert senki sem csinálja a legjobban. A szakmai beszélgetések hiánypótlók voltak az előadók, alkotók számára. Itt dramaturgia, koreográfia, zene, előadó művészet szempontjából is elemezték a produkciókat. De a 4 nap alatt nem csak a szakma, hanem a sepsiszentgyörgyi közönség is betekintést nyerhetett, hogy hol tart most az erdélyi hivatásos néptánc együttesek szakmai fejlődése. El szoktunk járni egymáshoz, megnézzük, akár tanácsokat is adunk, de itt egyben, egységesen, akkor így tud működni az egész, hogyha ha itt helyben azonnal tudunk reagálni egymásnak, és egymás örömének elsősorban. És nem utolsó sorban a helyi közönség. Ugye a helyi közönségnek egy ilyen paletta lehetőség van, hiszen
kevés alkalom van, hogy ide valahogy mondjuk Nagyváradról lejöjjenek több száz kilométert egy előadással. Az elmúlt 18 év alatt sokat fejlődtek a társulatok, hiszen folyamatosan törekszenek a megújulásra, miközben megtartják azt a közösségi életformát is, amiből a néptánc ered. Ugyanakkor a táncoktatás is új dimenzióba emeli a társulatok munkáját, mióta Kolozsváron a Szapiencia Tudományegyetem megnyitotta a néptáncképzését. Újjáélet Marosvásárhelyen a vízilabda, sporttal folytatjuk. Remek idény zárt a marosvásárhelyi vízilabda H2 O-team férfi együttese. A kizárólag helyi többségében nagyon fiatal sportolóból álló csapattal megnyerték a másodosztályú bajnokságot és feljutottak a Szuperligába. Hazai környezetben sikerült a marosvásárhelyi H2O Team vízilabda együttesének megnyernie a másodosztályt, s ezzel feljutott a Szuperligába. Ez gyakorlatilag a felnőtt férfi együttes újjáélesztését jelenti a városban, ahol a sportágnak nagy hagyományai vannak, de infrastruktúra hiányában évtizedekig nem működött felnőtt férfi csapat. 5 éve a VSK egy idény erejéig szerepelt az élvonalban, de utána megszűnt. Az olimpiai uszoda átadása óta azonban a feltételek adottak a fejlődéshez. Bartalis Károly, a marosvásárhelyi H2O Team elnöke szerint a siker nem csak a csapaté, de a városé is. Ez most egy nagyon sikeres bajnokság volt. Igazából a kedves kollégám, a Jordaki Krisztián, az a főedző, neki sikerült ennyire összeszedni a gyerekeket, és a mezőnybe ennyire kiállni. Erős volt a mezőny, mivel volt válogatott játékosok játszottak, meg volt olyan játékosok, aki most jelenleg az A ligában játszik mai napig is. Úgyhogy nem volt könnyű ezt a mezőnyt így überelni, de sikerült. Azt is hozzátette, hogy a csapatnak a jövőre nézve nagyobb kihívásokkal kell szembenéznie, de mindenképpen szeretnének indulni az élvonalban. Ennek érdekében szponzorokat keresnek, illetve tárgyalnak a legutóbbi kudarcba fulladt próbálkozás után a megújult városi sportklubbal, hogy a csapat az utóbbi égisze alatt szerepeljen a bajnokságban. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.